Na, sziasztok! Sziasztok! Akkor Jordánia, Akaba, és összefoglalom, vagy elmesélem az élményeimet, miközben itt sétálok a parton. Most nem a szokásos selfie-stickes verzióban, mert mit ad Isten? Eltűnt a selfie-stickem. Hát ez még egy-két dologgal előfordult, úgyhogy majd ezt is elmesélem. De akkor így összefoglalásként. Szóval 5 napot voltam vagy vagyok itt. Hát igen, a klasszik sztori, már megint majd elmondom. Szóval azért kicsit árnyaltabb lett a kép így az 5 nap után, de azért megpróbálom elmondani nektek, hogy hogy mint. Azért alapvetően nagyon tetszik, tehát ez, hogy január közepén 25 fok van, és az előbb voltam a vízbe, azért vagyok egy egyszer semmibe. Ez teljesen jó, így január közepén. Ugye mondtam nektek, hogy 8000 forintért oda-vissza el, hogy elhoz a fapad, 3 órás repülőút, teljesen jó. Nincs akkora gond a, hogy mondjam, a helyi néppel, mint amennyire számítottam, de azért hát itt szépen telik a pohár. Apróságok egyébként, tehát nem nagy szám dolgok, most így megpróbálok néhányat felsorolni. Folyamatosan dudálnak ugye a taxik. Meg egyébként az autósok is. Tökre zavar. Tehát, hogy így európaiként mész az utcán, és fél percenként rádudál egy taxis, de úgy, hogy első nap még a szívem kiugrott, hogy mi az Isten csináltam, leléptem, nem léptem, mi a baj. Szóval nagyon furcsa. Szokatlan. Tehát nyilván jönnek az arabok, minden szart el akarnak adni. Tehát amikor iszod a kezedbe van a fél literes palac vagy üdítő, akkor is oda jön az arab 6-8-10 éves kis csákó, hogy eladjon neked valami innivalót, amikor a kezedbe van az üdítő. Jó, a 34. No Thanks-nél már azért nagyjából megérti, de tök zavaró, hogy 2 percenként oda jönnek. Akkor az előbb, ami volt, ez így kb. Ma kezdett el sok lenni, hogy valahogy így keresztezik az utadat. Tehát, hogy így nem azt mondom, hogy nem ad elsőbséget, hanem így sétálok, és egyszerűen nekem jön, vagy nekem jönne, és nekem kell odébb lépnem. Lehet, hogy ez megint csak ilyen véletlen, vagy nem tudom, de mint hogyha így teljesen átlagos tiszteletet nem adnának meg, vagy nem tudom, hogy ez micsoda. Furcsa. Hát azt nyilván megszokott, hogy kicsit különbözőek, tehát hogy föl vannak öltözve a strandon, de így ilyen hosszú fekete farmerban, meg fekete mindenben. Ez azért egy kicsit furcsa, de hát mondjuk ezt megszokod, meg úgy csinálják, ahogy akarják, engem annyira nem zavar. Ugye azért itt is van jó néhány olyan nő, akinek konkrétan csak a szeme látszik ki a strandon, mert hogy annyira el vannak takarva. Na, hát nem tudom, hogy most mennyire vallás és egyéb okok, ezekben nem akarok beleszülni, mert semmi közöm nincsen hozzá, meg nem is értem, hogy hogy van. Ami nekem furcsa, a rendetlenség, meg a kosz. Hát, hogy szerintem soha nem takarítanak sehol. Az első hotelem teljesen gáz volt. Tehát, hogy ez nem hotel, abból így helyből kifordultam volna, de semmi kedvem nem volt ezzel foglalkoznom, és keresek még valami izét. Kifejezetten koszos és turhás volt. Most ez a második is olyan, hogy látszik, hogy egyszerűen nem az alapvető izékkel nem foglalkoznak, az ilyen, hogy áttakarítom a, nem tudom, az asztalt, vagy a széket, amin ülök. Tehát ilyen turhás. Na hát most nem tudom, hogy mondani. Tehát látszik, hogy itt is az út, ahol megyek, soha nem volt takarítva. Tehát, hogy tiszta turha minden. Nem tudom, nincs ilyen klasszikus rend. Hát mondjuk gondolom, kevesebbet esik az eső, mint nálunk, úgyhogy erre nem nagyon lehet számítani. Ennyi. Hát ugye ez a kiabálás, hangoskodás, ez teljesen természetes itt. Na, azért nem akarok olyan negatív lenni, úgyhogy egy-két átlagos másik témát előszedni, mondjuk autókázás. Hát ez pont nem jó téma, na mindegy. Szóval, hogy a közlekedésük az botrányos, tehát az, hogy az autópályán szembe jönnek, az teljesen természetes, illetve hát az, hogy az autópálya is egy vicc, tehát hogy van visszafordítósáv, emiatt van az autópályán ilyen ugrató, hát mi ugratónak neveztük, gyakorlatilag mindenhol van. Hát ez a fekvőrendőr, de ötször akkora, mint nálunk, tehát ilyen lassító, de az autópályán. Tehát, hogy így mész 120-szal, jó, annyival leleve nem, mert annyira szar minőségű, hogy szétizélni, de olyan 90%-a kerülgeted a kátyukat, és akkor még jön hozzá egy ugrató. Sötétbe kivilágítatlanul, tehát, hogy nincs felfestve valami izével. Úgyhogy az elég gáz. Közlekedésben mondom ugyanezt, tehát jobbra előz a kamion és társai. Hát igen, ez a másik, ugye, amit az űrge is. Egy percenként odaszólnak, hogy akarsz-e hajókázni, meg, vagy bármit vásárolni. Hát ugye, nem tudom, mi európaiként megszoktuk, hogyha ülsz a strandon, nem tudom, a Balcsin, akkor ha valamire van szükséged, akkor odamész a boltba, vagy nem tudom, ha hajókázni akarsz, akkor odamész hajózni.
Jó, ott is van olyan, aki jön, hogy nem tudom, azért, mi az, lángos, meg kukorica, meg egyebek, de nem tolja oda az arcodba, itt ugye simán. Na ez a Glassboat, ha már itt jött egy, akkor megmutatom, nem tudom mennyire hallani a hanget, visít róla a zene, na most abba hagyta. Kicsit ilyen, tehát üvegből van az alja, úgyhogy le lehet látni, semmi különös, mert nyilván itt túl sok mindent nem lehet látni. Egyébként teljesen tiszta a víz, és hát szerintem olyan 20 fokos megvan, én egész jól fülöttem benne, úgyhogy szerintem az egész jó. Hol tartottam autókázás, igen. Hát a benzinár az nagyjából ugyanannyi volt, már nem ugyanannyi, mert 500 forintra jött ki. Ja igen, a helyi pénz, az a jordániai dinár, 520 forint most belőle egy darab, úgyhogy elég erős a valutájuk, ha lehet így fogalmazni. Az árszintek, hát például a kaja nagyon olcsó. Na szóval lesz, hogy kiülnek ide, és simán nyomják a digit, szóval hát nekem ez is simán hasonlít otthon egy másik fajta népségre, de itt ugye ez a normális. Szóval, hogy a kajár, igen, az meglepően olcsó. Tehát így az utcán sétálva egy ilyen, hát én ilyen girosznak mondanám ezt a chicken shawarmát, vagy micsodát szoktam enni, az 1 vagy 1,20, tehát ilyen 600 forintért kapsz nagyjából egy giroszt, hogy csirkehússal. Most a reggelire is oda mentem, rendesen utcán ettem, mert hát ez hotelben azért reggeli, tehát ahhoz valami luxusba kéne menni. És mondtam, hogy akkor van 2 dinárom, reggelit hozzon. Akkora adagot kihozott, tehát 6-8 ilyen húsgombóc jellegűt, akkor ilyen, mi ez a, ilyen hidegtál jellegűt, akkor ez a humusz kihozott egy nagy adaggal, meg 2-3 ilyen pitát, vagy micsodát. És ez 1000 forintból. Tehát, hogy csak otthon a humusz szoktam menni, ugye ilyen, vagy nem plázerúni. Szoktam enni szupermarketben, ugye ilyen 200 grammos talán, az körülbelül egy 1000 forint, de ez önmagában meg volt annyi. Szóval, hogy szerintem az ilyen utcai kajár, az nagyjából a fele az otthoninak. Úgyhogy az teljesen jó. Ehhez képest az ilyen apróságokkal próbálnak lehúzni, hogy odajön, hogy elvisz valahova a taxival, és azt mondja, hogy 5 meg 10 dinár, minden 5 meg 10 dinár, tehát ilyen 2500 vagy 5000 forint, és közben a sarokra kell elvinni. Tehát, hogy a taxiár is körülbelül a fele az otthoninak, fél dinár egy kilométer. Hát próbálkoznak, fogjuk úgy, hogy mondjuk úgy udvariasan.